Egyelőre még félpályán halad a forgalom a Béla úton, napokon belül azonban megoldódik a forgalmas úton a torlódást okozó lezárások problémája. A területen már véget értek a csatornázási munkálatok, és a végéhez közelítenek a helyreállítási munkák is. Hétfő reggel elkezdték, kedd estére pedig várhatóan be is fejezik az aszfaltozást itt a Béla úton. Ezt követően az autósok egy teljesen felújított útpályát vehetnek majd birtokba. Az útpálya egyik felét már be is fejezték, dolgoznak a másikon is. Ezt követően a buszöblök és az útpatka helyreállítása is megkezdődik. A csatornázást követő teljes útpályán történő úthelyreállítást a Fehérvári Önkormányzat finanszírozza, mivel erre a szennyvíz csatornázási projektből nem lett volna lehetőség. Itt a Béla úton is a sávos válasz helyreállításon túl előírás a közútkezelő részéről, hogy egy záró réteggel, a teljes pálya szélességgel ellássuk a felületet, a útburkolatot. Ez történik most. Ilyen a csatornázást követő teljes útpályás helyreállítás egyébként a jövőben még a Nagyszombati úton és a Zsolnai utcában várható majd, mert ezek is a Béla úthoz hasonlóan nagy forgalmat bonyolítanak. Hasonlóan nagy forgalmú a Budai út is. Itt várhatóan július közepéig tartanak majd a szennyvíz csatornázási munkálatok, eddig lesz lezárva a félpálya is.